Idegenek megnevetik drága magyar szónkat, idegentül kéregetjük kenyerünket, sónkat. Magyar kezek szántogatnak régi rögön új uraknak, népet hegye völgyén. Más arat, hol mi vetettünk, jövevények, szolgák lettünk úrapáink földjén. Boldog asszony, ezer évig édesanyánk voltál, eleink, ha hozzád sírtak, hozzájuk hajoltál. Száz ostorral ostorozzon, csak ez egyért, boldog asszony, a jó Krisztust kérd meg. Négy vízparton, három hegyen, mindörökké magyar legyen a Máriás ének. A hagyományoknak megfelelően minden év június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján találkozunk a Honismereti Egyesület és az önkormányzat rendezésében megtartásra kerülő megemlékezésen itt Lendvadedesen a 469-es számú határkőnél, amely jelképezi az ország felosztását, megosztását, amelyet a nagyhatalmak a trianoni békediktátumban ránk kényszerítettek. Nem titkolhatjuk el mindenek előtt megütközésünket a békefeltételek mérhetetlen szigorúsága felett. Arról van szó, hogy Magyarország elveszítse területének kétharmad és népességének majdnem kétharmad részét, és hogy a megmaradt Magyarországtól a gazdasági fejlődés majdnem összes feltételei megvonassanak. Azt hiszem, hosszú lenne elsorolni, hogy mik azok a veszteségek, melyek azok a veszteségek, amelyeket a magánszemélyek, családok elszenvedtek a háború után, és melyet elszenvedett a nemzet, amelynek több mint kétharmad részét elcsatolták, magyarságnak több mint felét, a magyar nemzetnek több mint felét más országokba terelték. Úgy gondolom, hogy ezt a traumát nehéz volt feldolgozni 100 év alatt is, de én úgy érzem, hogy sikerült, különösen most korunkban, amikor az országgyűlés törvénybe iktatta a Nemzeti Összetartozás napját, amelyet a konzervatív pártok megszavaztak, sajnos az ellenzék, a baloldaliak és a liberálisok nem, de ez már a múlt, és ők azt mondják, hogy nem lehet a múltba révedni, tekintsünk a jövőbe, csak ők olyan jövőt szeretnének, ami Európában a migránsok beterelését Magyarországra eredményezné, és amely azt eredményezné, hogy hazánk újra felvonulási terület lenne egy esetleges háborúban. Én azt mondom, hogy ne következzen ez be, és természetesen ebbe sokat tudunk tenni a közelgő választások alkalmával, hiszen nem mindegy, hogy az Unióban milyen a magyarságot, a magyar nemzetet képviselő nemzettársaink, képviselők kerülnek, és az sem mindegy, hogy a magyaroknak milyen vezetőik lesznek majd. Azt is elmondtam megemlékező beszédemben, hogy a szomszédos Szlovénia helyzete, a szlovéniai magyarság helyzete példaértékűnek mondható, és ez köszönhető annak, hogy jó a viszony a két állam között, köszönhető annak, hogy mindig voltak Magyarországon és Szlovéniában, Muravidéken is olyanok, akik nagyon sokat tettek a magyar nyelv ápolása érdekében, a magyarság megtartása érdekében, és ezt ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, akinek ebben része volt. És bízom abban, hiszen ha a jövőbe tekintünk, akkor a fiatalságra tekintünk, hogy a fiatalság minél nagyobb személyes kapcsolata az, amely vezetheti a nemzet egyesítéséhez a magyarságot, hiszen most már a határok virtuálisak, de ez nem jelenti azt, hogy a magyarságnak el kell tűnni, fel kell oldódni Európában. Sokkal inkább jelenti azt, hogy megmaradjunk magyarnak, és megmaradjunk embernek. Isten áldja meg a magadat, kapcsol érte, míg e föltart. Száz esztendő nem a világ, éljen.
imádság.